Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo állatbemutatók sorozat negyedik összefoglaló videója. Elérkeztünk 100 állatbemutató videóhoz. Az előző összefoglaló óta 25 videó készült 29 állatról és rovarról. Lássuk hát, melyek voltak ezek. A kínai tobzoska, vagyis Manis pentadactyla. Mint minden tobzoska, a kínai tobzoska is úgy néz ki, mint egy pikkelyes hangyászféle. Mára már erősen lecsökkentek az állományai, ezért 2016-ban a tobzoska átkerült a washingtoni egyezmény, azaz a Sides 2-es függelékéből az 1-es függelékébe. Az emu, vagyis Dromaeus nova hollandiae. Jelenleg az emu a struc után a világ második legnagyobb madara. Ausztrália nemzeti madara, a nagy óriás kengurúval együtt Ausztrália címerének tartója. Valahányszor egy nőstény lép a hím területére, a hím udvarolni kezd neki. A kilencöves tatú, vagyis a Dasypus novemcinctus. Ha éppen nincs kedve úszni, képes 6 percig is visszatartani a lélegzetét, így szépen kényelmesen átgyalogolhat a fenéken a túlpartra. Bár aranyos állat, megvan az a szépséghibája, hogy terjeszti a testi deformitásokat és idegi károsodást okozó lepra baktériumot. Az okapi, vagyis Okapia johnstoni. Rejtőzködő, erdei életmódot folytató afrikai állat és az egyik legkésőbb felfedezett nagytestű afrikai vad a zsiráffélék családjából. Fülei nagyok, a nyak pedig hosszabb a kérődzőkre jellemzőnél, de hossza messze nem közelíti meg a zsiráfét. A vörös szemű leveli béka, más néven maki béka, vagyis Agalichis calidrias. Mint egy 7 cm-es, igen élénk színezetű béka, de nincs mérge, mint rokonainak a nyílméreg békáknak, hanem a rejtőzködésre hagyatkozik az önvédelemben. Egyelőre nem veszélyeztetett, de állománya csökken az élőhelyének megfogyatkozása és a hobbi gyűjtők miatt. A Lehmann féle nyílméreg béka, vagyis Ophaga lehmanni. Több különálló populációja létezik, és a teljes lakóterülete kevesebb, mint 10 négyzetkilométer. A vadon élő Lehmann féle nyílméreg béka mérgező, de fogságban elveszíti mérgező hatását, mivel ez az étrendjéből származik. Kolumbiában teljes mértékben védett. A Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetettnek tekinti, és szerepel a Sides 2-es függelékében. A rettenetes nyílméreg béka, vagyis Philobates terribilis. A legerősebb mérgük kétéltű, egyes számítások szerint egy milligram mérge, ami nagyjából egy sókristálynyi méretnek felel meg, elegendő lenne 20 ember, két elefánt vagy több tízezer egér megöléséhez. A bátrákotoxin nevű vegyületet nem a béka szervezetet termeli, hanem táplálékából nyeri ki, vagyis különböző hangyafajokból, illetve a sziklai bogárféléknek nevezett család egyik fajából. Az őslakosok nyílhegyre kenték mérgét. Egyetlen béka 40 nyílveszőre elegendő mérget termel. Az alaszkai vadjú, vagyis Ovis dalli. Észak-Amerika északnyugati részén honos. Ez a vadjú faj a szubarktikus hegységek lakója. Főleg tavasszal az alaszkai vadjú ásványokban gazdag gödröket keres fel, ezekhez sok kilométeres utat is képes megtenni. Az ásványok nyalogatása létfontosságú, mivel télen nagyon szegényes a tápláléka. A mandzsudarú, vagyis Grus japonensis. A mandzsudarú a darufélék leginkább veszélyeztetett faja. Japán nemzeti szimbóluma, 2004 óta pedig Kína hivatalos madara is. Japánban a darumadárhoz kötik a vágyak beteljesülését. A daruhajtogatással kapcsolatos leghíresebb történet Sasaki Sadako története, aki az egyik leghíresebb úgynevezett hibakusa, vagyis atombomba robbantásnak áldozatul esett személy. Az origami daru a béke egyik jelképe lett.
A nílusi víziló, vagyis Hippopotamus amphibius. Legközelebbi rokonai a cettek, emiatt manapság a vízilovakat és a cetteket a Vippomorpha nevű alrendes foglalják össze. A víziló Bunfordi alakja miatt gyakori szereplője az állatszereplős mesekönyveknek és rajzfilmeknek, ahol jellemző tulajdonságokként általában a nagy testmérete, tömege és a szája van kihangsúlyozva. Az ókori Egyiptomban királyi időtöltés volt a vízilóvadászat. Egyes feltételezések szerint Tutankhamon fáraó halálát egy félre sikerült vízilóvadászat okozhatta. A törpe víziló, vagyis Choeropsis liberiensis, vagy Hexaprodonton liberiensis. Az 1970 és 1991 között fogságban tartott példányok száma megkétszereződött, emiatt valószínűbb a faj fennmaradása a fogságban, mint a vadonban. Libériában vízi tehénnek is nevezik. A zsugorodott fajoktól eltérően az élő törpe víziló nem ment össze, hanem egyszerűen ősi tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis ekkora a tényleges mérete és valójában nem lenne helyes törpének nevezni. A bordás krokodil, vagyis Crocodilus porosus. A híres Krokodil Dandy filmek szereplője, Dandy társa a hüllők osztályából. Vagyis, ha Dandy társa a hüllők osztályába tartozik, akkor Dandy és a bordás krokodil osztálytársak? Minden esetre látták már egyedeit 1000 kilométeres távolságban a szárazföldtől, kint a nyílt tengeren is. Egyes hím példányok a 6 métert és az 1 tonnát is meghaladhatják. Az amuri leopárd, vagyis Panthera pardus orientalis. Az egyetlen leopárd alfaj, amely a hideg, havas éghajlathoz alkalmazkodott. Becslések szerint 2015-től kevesebb mint 60 példány maradt életben Oroszország és Kína területén. Ezzel az amuri leopárd a legritkább nagymacska a Földön. A csíkos hiéna, vagyis hyena. A csíkos hiéna a legszélesebb tartományban elterjedt hiéna. Manapság Afrika északi és északkeleti részén, Tanzánia déli részén és a közel-kelettől Indiáig található meg. Már az ókori Egyiptomban ismert állat volt. Ábrázolásai sok hieroglifán és falfestményen láthatóak. Arra is vannak bizonyítékok, hogy az egyiptomiak fiatalon befogták, és a vadászataik során hasznosítható segítőtársat neveltek belőle. Az indiai orszarvú, vagyis Rhinoceros unicornis. A Földön napjainkban még élő 5 orszarvú faj egyike. Tudományos neve a Rhinoceros unicornis elárulja, hogy egyetlen szarva, pontosabban tülke van, melyet a hím és a nőstény egyaránt visel. Az indiai orszarvú a legnagyobb termetű ázsiai orszarvú faj. A sarki farkas, vagyis a Canis lupus arctos. Élőhelyeiken a rendkívül zord klíma miatt igen kevés ember él, ezért a sarki farkas az egyetlen alfaj a farkasok közül, amelyik semmilyen formában nem veszélyeztetett. 2022-ben először klónozott sikeresen sarkvidéki farkast egy pekingi székhelyű géntechnológiai cég. A sisakos kazuár, vagyis Casuarius casuarius. A struccalkatú sisakos kazuár, más néven déli kazuár, agresszív volt amiatt a világ legveszélyesebb madara. Középső lábujjain található pengeszerű karmával veszélyes sebeket tud ejteni ellenfelén. A gímszarvas, vagyis Cervus elaphus. A kelet-európai gímszarvasok közül a legnagyobb példányok a Kárpátokban találhatóak. Sok eurázsiai népnél és egyes észak-amerikai indián törzseknél is igen régóta a csillagos ég jelképe. Ne felejtsd el másokhoz is eljutatni ezeket a videókat, mivel Arany János is megírta a Rege a csodaszarvasról című költeményében, hogy száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. Fű kizöldül, ó sírhanton, bajnok ébred, hősilanton.
A nagyszarvú mocsári antilop, vagyis Cobus megacerus. A nagyszarvú mocsári antilop jellemzően a mélyebb mocsarakkal határos, sekély vizekben fordul elő, ahol a víznek 10 és 40 cm közötti mélysége van. A bika által kiválasztott tehén megjelölése igencsak egyedi. A hím a fejét a földre hajtja, és a torkába és az arcőrzetébe vizel. Ezután csöpögő szakállát a nőstény homlokára és farára dörzsöli. A nappali pávaszem, vagyis Aglaïs Io. A legismertebb európai nappali lepkék közé tartozik. Magyarországon a leggyakoribb nappali lepkefaj. Ha rátok támad egy vérszomjas nappali pávaszem, tudjátok, hogy belegázoltatok az intim szférájába. A fecskefarkú lepke, vagyis Papilio Macaon. Európa és Ázsia nagy részén, Japánt is beleértve, valamint Észak-Afrikában és Észak-Amerikában fordul elő. A Kárpát-medencében évente 2-3 nemzedéke van. Az északnyugati farkas, vagy más néven Mackenzie-völgyi farkas, vagyis Canis lupus occidentalis, a világ legnagyobb alfaja a szürke farkasnak. A Yellowstone Nemzeti Parkban a visszatelepített északnyugati farkasok nagy ökológiai változásokat indítottak be a területen. A Bennett kenguru, vagyis Macropus rufogriseus. Az anyák készek az elárult kölykök örökbefogadására. Ahogy sok más kenguru fajnál, nála is megfigyelhető az embrió fejlődésének késleltetése. Míg az anya állat az első párzásból származó egyedet szoptatja, addig a másodikból származó embrió fejlődése megáll, csak az első utód elválasztása után folytatódik. A recés zsiráf, vagyis Giraffa camelopardalis reticulata. Külön alfajként 1899-ben William Edward de Vinton brit zoológus írta le, és ő adta neki a Giraffa reticulata binomiális nevet. Az ernyő akácia érdekesen alkalmazkodott a zsiráfokhoz. Amikor az akácia érzi, hogy a zsiráf legelni kezd, méreganyagokat termel a leveleiben, amitől azok kellemetlen ízűvé válnak a zsiráf számára. Ekközben figyelmeztető illatanyagot, vagyis etént bocsájt ki, és a környező azt érzékelő fák ugyancsak elkezdik ezt a mérget termelni. Amikor a zsiráf érzi, hogy a levelek íze megromlott, arrébb megy, méghozzá nem a közelben álló figyelmeztetett fákhoz, hanem távolabb, illetve széllel szembe. A vándorantilop, vagyis Antidorcas marsupialis. Régebben a Kalahári sivatag és a Karoo vándorantilopjai nagy számban vándoroltak a vidéken. Ezt nevezik trekbokkingnak. A görög eredetű Antidorcas azt jelenti, hogy nem gazella, ahol az anti a nem szó fordítása, a dorcas pedig a gazella. A fekete lóantilop, vagyis Hippotragus niger. Rendszeresen látogatják a sónyalatókat, és olykor csontokat is rágnak, hogy beszerezzék a létfontosságú nyomelemeket, amelyek hiányoznak táplálékukból. Trófeájuk a vadászok körében igen népszerű. A sörényes farkas, vagyis Chrysochion brachiurus. Érdekessége, hogy a medvékhez, tevékhez, zsiráfokhoz hasonlóan az azonos oldalon lévő lábait emeli egyszerre, meglehetősen szögletes mozgással, ezért járása a többi kutyaféléhez képest furcsának tűnik. A vizeletüknek nagyon jellegzetes szaga van, amelyet egyesek a komlóhoz vagy kanabiszhoz hasonlítanak. Az ázsiai vadkutya alfaja az alpesi vadkutya, vagyis Kuon alpinus. Rudyard Kipling megfigyelte a dekkáni vöröskutya életét. Megemlítette, hogy ezek a farkasnál valamivel kisebb ragadozók, ügyes és kitartó vadászok. A farkasnál nagyobb falkákban élnek. 1894-ben kiadott
a Dzsungel könyve című novella gyűjteményének egyik fejezetében ír róluk, melynek címe a Vörös kutyák. A borneói orangután, vagyis Pongo pigmeus. A Pongo az emberszabású majmok ázsiai neme. Az indonéz benszülöttek félték és tisztelték. Egyes törzseknél a férfiasság próbája volt egy kifejlett hím legyőzése kézitusában. Állatkertekben jó megfigyelő képességük, intelligenciájuk, erejük és eszközhasználó képességük révén ők a legsikeresebb szökőművészek. Most lássuk röviden azokat az állatkerteket jelenlegi állapotukban, amelyekben ezek az állatok belettek mutatva. Ez itt a Hunzu Aoraki, a hosszú fehér felhő földjén levő állatkert. Új-Zéland neve, ugyanis a benszülött maorik nyelvén Aotearoa vagy Aetearoa, melyet így fordítanak. A legenda szerint Aoraki és a három testvére az égi atya Rakinui fiai voltak, akik a tengeren utaztak és a kenujuk zátonyra futott. Amikor a testvérek visszamásztak a kenura, a jeges déli szél kővé változtatta őket. A kenuból jött létre a déli sziget, a testvérek meg kővé változva alkotják az északi hegyek csúcsait. Az Aoraki hegyet 1851-ben átnevezték az angol James Cook kapitányról Cook-hegynek. Jelen pillanatban az Aoraki hegy területén nemzeti park működik, aki teheti, azt kérem helyettem is látogassa meg. Thank you.
Az Argentinába vándorolt magyarok száma elvileg 40 ezer körülre tehető, és a mai napig itt van a legnagyobb magyar közösség Dél-Amerikában, ezért legyen ennek az állatkertnek a neve az ő tiszteletükre, Honzu Buenos Aires. Még nem tundra övezett, de az elhelyezése rögtön alatta van. Lapföldön, valahol Finnország területén, a svéd határ közelében.
ez már az északi sarkkörhöz tartozik. Egy kicsivel fentebb van, mint Joulupukin Pajaküle, vagyis a Mikulás falu, ahol a Mikulás várja a látogatóit. Ho-ho-ho! Habár itt most március van, még nincs hó, de lesz. Ez az állatkert a játékbeli föltérképen ott lett létrehozva, ahol jelen pillanatban Kína területén a hunok egy régi fehér városa található. Ez a hely Tungwancheng, aminek a fordítása szó szerint fehér. Ha érdekel a hely, sok videó foglalkozik vele a YouTube-on is, sőt, többek között Kassai Lajos is forgatott itt a Lovas Hiász filmhez. Jumbo, ha már Zanzibár a neve az állatkertnek. Mondhatnám, hogy karibú vagy habari, de így főként a szuahéli nyelv beszélői köszöntik egymást. A turisták, mint én, Kelet-Afrikában a Jumbo szóval köszönnek. Mint látható, visszatértünk Afrikába. Párduc, oroszlán, gorilla, makákó még nincs. Bambusznád, majomkenyérfa, kókuszdió sincs. Még. Majd lesz.
Ne felejts el feliratkozni, ha még több állat érdekel, vagy csak szereted a Planet Zoo játékot. Ha már megtetted, köszönöm, örülök neki. És köszönöm, hogy velem voltál ezen a safarin. Ha tetszett, nyomd meg a lájkot, annak is örülök. Ha bármi hasznos vagy érdekes hozzáfűzni valód van, oszd meg velünk kommentben, hát ha más is örül neki. Legyen szép napod!